Szia! Ancsi vagyok a Brunchból. A mai videóban szeretném bemutatni neked, hogy mi az, amit az én életem taníthatna neked. Kezdjünk is hozzá! Ha az introvertált énem óhajtana videózni, akkor tulajdonképpen szerintem így ülnék itt egész végig, néha így kikukkantanék, hogy na, ott vagy. De az én életem most nem erről szól. Utazunk vissza egészen a 80-as évek elejére, amikor én kisgyermek voltam. Az édesapám egy éves koromban elhagyott bennünket, és onnantól kezdve gyakorlatilag minimálisra redukálódott a kettőnk közti kapcsolat, de akár nullának is nevezhetjük. Volt olyan, hogy így elment mellettem a városban, vagy nem vett észre, vagy egyszerűen nem tudta, hogy én vagyok a gyereke. Na most ezt a fajta terhet nagyon nehéz volt megemészteni és feldolgozni. Hát egy apának a lánya, hát mindenhol azt láttam, hogy hát mint a kis királylányok, hát a tenyerükön hordozzák őket, és óvják, és én meg magamat hibáztattam. Biztos én nem vagyok elég szép, elég okos, elég ügyes, elég szerethető, elég szófogadó, de bármi, hát egy párhány éves gyerek nagyon sok mindent ki tud találni. Hogy miért ő az oka annak, hogy valaki más, egy felnőtt, aki történetesen az apja, úgy dönt, hogy nem kíváncsi rá, nem szereti őt. Nem volt egyszerű. Nagyon sokat sírtam. Nagyon sokat küzdöttem. És gyakorlatilag az egyetlen menekvés, amit találtam, az az, hogy tagadtam. Nincs. Ő igazából nincs. Ha nincs, akkor nem fáj, hogy nem szeret. Ha nincs, akkor mit akarok én tőle? Semmit, ugye? Aztán képzeljétek, hogy az én édesanyámnak volt egy kolléganője, akinek a mai napig hálával tartozom. Mint említettem, a bemutatkozó videómban én nem vagyok szakember, de egy olyan játékot, egy olyan eszközt hozott nekünk, ami segített ezen túllendülni. Ilyen kis pici babákat. Anya babát, apa babát, kislány babát, és egy családot gyakorlatilag. És folyamatosan olyan helyzetekbe rakott bele, ahol egyszer csak megjelent az apa. És ezzel képzeld el, hogy módot adott arra, hogy megéljem azokat az érzéseket, azt a fajta mérhetetlen dühöt és fájdalmat, ami annak a pici lánynak a szívében ott volt, egy babával. Máson keresztül, másra kivetítve átélhettem azt, amit egyébként nem tudtam. És ez egy óriási könnyebbség volt a lelkemnek. Egy olyan fajta felszabadulás és megnyugvás, ami után sokkal, de sokkal könnyebb lett ezt az egészet elviselni. Nem tartott sokáig a nagy boldogság, mert jött az általános iskola. Hú, mekkorát nyeltem. Szóval az általános iskolában, képzeld, az én édesanyám pedagógus volt. Mi egy pici faluban laktunk, az az egy iskola volt. Nem nagyon volt más választásom, hogy akkor ide járok, oda járok. Vagy jártam iskolába,
vagy jártam iskolába, meg kötelező volt. Úgyhogy az én édesanyám ott tanított matematikát, fizikát és informatikát. Felsőben csak, alsóban szerencsére nem volt közöm hozzá. Tehát ez pont elég volt ahhoz, hogy az én drága osztálytársaim tudják, hogy Ancsika a tanítónéni kicsi lánya. Jaj, hát neki nagyon könnyű jó tanulónak lenni. Hát ő persze, hogy okos. Hát de ha hülye lenne és mindenből ötöst kapna, hát ő a tanítónéni lánya. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Mindenki utált. Ötödikes koromig egyetlen egy barátom nem volt. Olyan közegben kellett felnőnöm, ahol egyszerűen képtelenek voltak befogadni. Mert hogy nem elég, hogy anyuka kicsi lánya, nagyon jó tanuló is voltam, és akárkivel akartam játszani, mindig a hárítás jött. Nem, te nem, nem állhatsz be közénk, nem játszunk veled. Minden nap sírtam. Minden nap úgy mentem haza, hogy bőgtem, hogy engem megint utálnak, engem nem szeretnek, és újra megerősödött az a régi lemez, az a séma, hogy én nem vagyok szerethető. Az én drága családom, édesanyám, a nagyszüleim olyan hátországot biztosítottak, hogyha ők nincsenek, akkor teljesen biztos, hogy nem élem én ezt túl épésszel. Ők olyan feltétel nélküli szeretettel és gondoskodással és ragaszkodással voltak irányomban, hogy szerintem csak ez mentett meg, de tényleg. Mert a másik oldalról, mindenhonnan, minden frontról az jött felém, hogy te nem vagy szerethető, téged nem lehet szeretni. És képzeld el, hogy nekem ez olyan szinten vált a személyiségem részévé, hogy én abban az időben meg voltam győződve arról, hogy én fiatalon fogok meghalni. De 20-as éveim elején maximum. Aztán később rádöbbentem, hogy képzeld, ez nem meggyőződés lehetett. Ez egy vágyálom volt. Mégpedig azért, mert ha ez az élet, amit én nekem most, amit hogy akkor élnem kell, hát akkor köszönöm. Hát én ebből sokat nem kérek, ez annyira szar. Úgyhogy, ha mindez még nem lett volna elég, nekem van egy igen erős részképesség zavarom. Ma már tudják, 86-ban, nem tudom hányban, amikor iskolát kezdtem, vidéken, falun, hát senki nem hallott arról, hogy diszlexia. De én nagyon-nagyon-nagyon nehezen tanultam megolvasni. Nagyon okos kislány voltam, mindent tudtam, a betűket is ismertem. Összeolvasni őket, hát egyszerűen nem ment. Nem ment, nem ment, nem ment. Minden nap sírtunk. Anya is, én is, de egyszerűen nem engedte. Azt mondta, hogy ilyen nincs, olvasni meg kell tanulni. Addig ott volt, fogta a kezem, segített, mentünk, csináltuk minden áldott nap. Fú, tragédia volt. Nem tudom, tudod-e, de a diszlexiával szorosan karöltve jár a mozgáskoordináció. Gyakorlatilag teljes hiánya. Én semmi más nem utáltam annyira, mint a testnevelés órát, éppen ebből kifolyólag. Nem tudtam egyenesen menni. Futás közben a saját lábamba elbotlottam. Dobták a labdát, nem tudtam elkapni. Volt a szekrényugrás, így ugrottam mellé. Egyszerűen agyrém volt az egész, úgyhogy a legjobb, ami velem általános iskolában történt, az az, hogy 5. osztályban a gerincem miatt, amivel vajon miért is,
De hogy amivel igen kemény problémáim voltak, fölmentettek testnevelésből. Hát én réges-régen nem éreztem akkoriban oly megkönnyebbülést és boldogságot, mint akkor tájt, mikor nekem nem kellett többet testnevelés órára járni. Mert hogy ezek a tündéri, édes, drága osztálytársak nagyon jól megtalálták azt a vonalat is, ahol pancsernak tudtak csúfolni, ilyen iszonyatosan vékony voltam mindig, úgyhogy csontváznak, csontinak, amit el tudsz képzelni, minden, hogy hívtak. Hát nem volt könnyű. Nem volt könnyű abban az időszakban, utáltam magam, utáltam, hogy okos vagyok, utáltam, hogy vékony vagyok, egyszerűen undorodtam, ha ránéztem a testemre, ilyen görbe voltam, azóta se sokkal szem, de hogy egyszerűen nem volt olyan része, szegmense az életemnek, amit én szeretni tudtam volna. Egy merő tragédia volt az egész. Aztán jött egy újabb lépcsőfok az életemben, a középiskola. A középiskolában nem tudom, hogy emlékszel-e arra, hogy rajtad mi volt az első napon. Hát én pontosan tudom, mert az, amit akkor átéltem, az gyakorlatilag egy életre szóló élmény volt. Képzeld el, hogy így ültek a lépcsőn sorba az én osztálytársaim. Oda mentem hozzájuk, és megkérdeztem, hogy sziasztok, leülhetek? És ők így helyet csináltak. És engedték, hogy leüljek. Ők befogadtak. Számomra ez érthetetlen dolog volt. Hát velem ilyen még azelőtt soha nem történt, hogy kortárs közösség engem befogadjon. Hát egyszerűen, és igen, ők nyitottak voltak rám, nekik nem voltak prekoncepcióik, nekik fingjuk nem volt arról, hogy ki az én édesanyám. Ők csak láttak egy lányt, aki ugyanúgy a 9. B-be jár, és azt mondták, hogy persze, gyere! És szerettek. És nyitottak voltak rám. Egyszerűen csodálatos volt. Az a 4 év életem leggondtalanabb és legboldogabb 4 éve volt. És az a 4 év arra volt elég, hogy én onnan nagyon-nagyon lentről, hát följöjjek a nullára. Óriási lépés, hatalmas. De hogy attól, hogy én szeressem magam, vagy magabiztos legyek, vagy önazonos, vagy... Én még akkor is fényévekre voltam, de mindjárt sokkal jobban éreztem magam. És... utána egy következő nagy lépés, nem kellett rá sokat várni, mert egy világ életemben fiatalon szerettem volna édesanyja lenni, és ez hála az Istennek összejött, megadta nekem a sors, úgyhogy akkor megint egy másik szerep jött édesanyaként. A saját énemet akkor nyilván az esetek legnagyobb százalékában hátraszorítottam, anyaszerepben tündököltem, hiszen erre vágytam tényleg az ilyen pici a csepp gyerekkoromtól kezdve. És abban szárnyaltam, de sokkal kevésbé foglalkoztam magammal. Aztán én elváltam a gyermekem édesapjától, és utána két év után így azt éreztem, hogy ott a faluban az a közeg, amiben én élek, úgy hat rám, mint az általános iskola, hogy megnyomorít. És szükségem van
egy olyan közegre, mint amilyen a középiskola volt, ami nyitott rám, ami befogad, ami tálcán kínálja a lehetőségeket. Úgyhogy én akkor felköltöztem Budapestre, azóta is itt élek, úgyhogy ez egy remek döntésnek bizonyult, és a budapesti életet, megismertem a mostani férjemet. Szerintem, ha azt az életet így tálcán kínálnák bárkinek, örömmel aláírná, és azt mondaná, hogy köszönöm, én ezzel kiegyezek. Ebben a boldogságban éldegéltünk, hát egészen addig, mi jött a krach. Beütött egy olyan történet, amire nem számít az ember, hogy az én férjemnek az unokaöccse 16 évesen agyvérzést kap, és meghal. Egyszerűen sokkolt bennünket az, hogy basszus. Hát a holnap az nem biztos. Nekem se, neki se, neked se. És gyakorlatilag az volt az én életemben egy olyan fordulópont, amikor így valami átkattant. És elkezdtem egészen másképp nézni a világot. Elkezdtem egészen másként gondolkodni. És elkezdtem arra figyelni, hogy hogyan lehetek én jobb, és hogyan lehetek én ebben a pillanatban, a mában, a mostban, a jelenben. Nem egy könnyű út, és azért sem volt egy könnyű út, mert ezután, a történet után nem sokkal jött egy másik, ami megint nyomott rajtam le. Az pedig a motorbalesetünk volt. Ott gyakorlatilag az én lábszáram és a térdem sérült meg nagyon súlyosan. 5 műtét kellett ahhoz, hogy helyre rakjanak, amennyire lehet, de majd egyszer erre is kiukadunk. Most csak az a lényege, hogy még kaptam egy olyan inputot, ami elgondolkodásra késztetett, és befelé utazásra, tehát a rehabilitáción, mikor sehova nem tudsz menni, úgy, mint most ebben a karanténhelyzetben nagyon sokan, akkor egy választásod van, amire az élet rákényszerít, vagy térdre kényszerít, ha úgy tetszik, hát, hogy elindulj befelé. Próbáld meg megfejteni magad, az életutadat, az általad bejárt ívet, és ez egy nagyon fájdalmas út, és még én se vagyok a végén, messze nem vagyok a végén, nagyon sok mindent kell még tanulnom, de akkor arra jöttem rá, mikor egyedül feküdtem a műtőasztalon, a kórházban, hogy csak te vagy. Csak te vagy egyedül. Nincs más. Nincs más, akire így rá testáld a feladataidat. Nem. Csak te vagy egyedül. Csak neked van lehetőséged változtatni dolgokon. Csak neked van lehetőséged javítani dolgokon, csak te tudod elvégezni a belső munkát, csak te vagy, senki más nincs. Hát miért nem kezded el szeretni végre magad? Nincs más, csak te. És nincs időd, ugye? Ki tudja, mi lesz holnap? Hát kezd el szeretni magad most. Igen, ez az, amit az én életem taníthat neked, hogy ne várj. Ne várj arra, hogy majd, ha egyszer lesz, aki szeret, mert akkor szerethető vagyok, akkor én is szeretem magam. Most. Ma. Ne várj arra, hogy hát majd, ha lediplomáztam, akkor majd megérdemlem, akkor majd. Majd akkor szeretem magam. Most. Ne várj másra.
Ne várj az időpontra, az alkalmas időpontra, amikor majd úgy megérzem, hogy én jó vagyok, és szerethető vagyok. Nem, nem, nem. Most. Hát ki áll elibéd? Hát neked kell szeretni saját magad. Te vagy az, aki, érted? Nincs erre megfelelőbb ember. Nincs erre jobb körülmény, nincs erre jobb időpont. Ez itt van ma, most. Beszélek majd arról, hogy hogy csináld meg, mit csináltam én, mondom ez leginkább én mesélés, én történet, storytelling. Az én életutamon keresztül próbálok neked adni, tanítani. Hát ez az első. Szeresd magad most. Nincs. Nincs idő. És nincs más ember. Ember nincs. Valaki van, valami, ami még bejöhet a szeretet képletébe, majd erről is mesélek, de arra kérlek, hogy ezen gondolkozz. Most.